Mi nem vakcina ellenesek vagyunk, hanem egészségpártiak. Egészséges nemzet csak egészséges gyermekekre építhető. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát megnyitnám, és szeretném kérni, hogy van-e valakinek esetleg hozzászólása a témához. A szétküldött anyagban számos kérdést vetettünk föl, és ezekre a kérdésekre kellene majd választ kapnunk. A legnagyobb sajnálatom az, hogy a szakma képviselői azok, akik tehetnének azért, hogy ebben valamilyen változás legyen, azok nem jelentek meg az összejövetelünkön, és nem is indokolták, hogy miért, kivéve három esetet. Jó. Szeretnénk egy ön definíciót megfogalmazni magunkról, mégpedig azt, hogy mi oltáskritikus szakemberek vagyunk, és nem oltás ellenesek. Ez egy alapvető különbség ahhoz képest, amit a sajtóban mindenki megjelenik. A másik az, amit szeretnénk rögtön az elején hangsúlyozni, hogy mi a gyermekek védelmében gondolkodunk, és a gyermekek egészségének védelme a fontos számunkra, miközben tudomásunkra jutott, hogy a kormány az oltóorvosokat védi. Szeretném összefoglalni azt, hogy tulajdonképpen mi itt a probléma ezzel az egész oltás ügyel, mégpedig egy megfelelő tematikus ív keretében. Az első dolog az, hogy gyermekkori fertőző járványok Európában az elmúlt 20-30-50 évben igazán nem voltak. Tehát komoly, jelentős fertőző gyermekjárványok nem voltak. Gyermekkori oltási rend alakulása Európában viszont érdekesen alakult, mert egyre több vakcinát hoztak ki a gyártók, és egyre több vakcina jelent meg tulajdonképpen a Big Pharma részéről, amit kötelező oltandó anyag. Az Európai Emberi Jogi Chartára szeretnék itt hivatkozni, amely megfogalmazza az első címben a méltóságot, az emberi méltóság a sérthetetlen, tiszteletbe kell tartani és védelmezni. Ez 2016-ban született, bárki megnézheti, interneten is elérhető. A kettes számú cikke, ami úgy szól, hogy az élethez való jog, minden embernek joga van az élethez, és ez vonatkozik azokra a gyermekekre is, amely gyermekek most úgynevezett nyájimmunitás oltárán kíván a kormányunk föláldozni. És senkit nem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. Ez is a kettes cikke kettes pontja. A harmadik cikk az pedig a személy sérthetetlenséghez való jog, miszerint az egyes bekezdés mindenkinek joga van a test és a szellemi sérthetetlenséghez, kettes pont az orvostudomány és a biológia területén pedig tiszteletben kell tartani az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezését. Ugyanakkor az eugenetikát kifejezetten tiltja, és az emberi test és azok részeinek haszonszerzés célú felhasználását is tiltja, és tiltja az emberi célú szaporítás célú klónozást is. Ebből fakadóan azt kell, hogy mondjuk, hogy igen komoly aggályokat vet föl a magyarországi gyermekkori oltási rend és annak az alkalmazása, sőt ennek az úgynevezett hatósági retorziói az oltás kritikus szülőkkel szembe és családjukkal. Arról tudniuk kell a kedves hallgatóságnak, illetve mindenkinek, hogy az Európai Unióban a tagországok maguk határozzák meg a saját gyermekkori oltási rendjüket. Tehát minden ország saját maga határozza meg. Tények, mert erre vonatkozóan adataink is vannak, az Európai Uniós tagországok kétharmadában nincs kötelező gyermekoltás. Ez irányban megkerestünk levélben 17 európai országot, és megkérdeztük az ottani egészségügyi minisztériumokat, mert hiszen Magyarországon nincs is egészségügyi minisztérium, hogy náluk kötelező-e a gyermekkori oltás, és hogyha nem, akkor miért nem. Eddig 4 ország hivatalos egészségügyminisztériumi válaszát kaptuk meg, ami összefoglalva mindegyik közölte, hogy náluk nincs oltáskötelezettség, ezek a spanyolok, az észtek, a dánok, a svédek, és azt közölték, hogy
azért nem kötelező náluk a gyermekoltás, mert ők alkotmányellenesnek tartják ezt, ugyanakkor azért sem, mert megbíznak az emberek a kormányukban, és erről a kérdésről nyílt kommunikáció van a szülők és a kormányzati vagy járványügyi szervek, hatóságok között. Ehhez képest Magyarországon jelenleg kirívó extrém a kötelező gyermekoltások száma és időrendje, ami egy 18/1998-as népjóléti minisztériumi rendelet ír elő, amit, ahogy említette előttünk Guzao doktor, 26 éves rendeletre hivatkoznak Magyarországon. Manapság 18 hónapos koráig a kisgyermek 29 antigént kap, sokat többször is. Aki eznek után akar nézni, azt nézze meg a NMK módszertani levelét, amelyben ez le van írva. Ezen oltási renddel szemben kritikus magyar családokra viszont súlyos hatósági retorziók, bírságok várnak. Fölvetnék a következő alapkérdést, a vakcina biztonságot. Ki ellenőrzi itthon a külföldről beérkező gyermekvakcina szállítmányok minőségét, szennyezettségét vagy annak szennyeződés mentességét? Kérünk szépen hivatalos, nyilvános NNGK tájékoztatást erről a kérdésről, tehát a vakcina biztonságról. Legyen kötelező, ezt javasoljuk, az oltóorvosok számára a hazai forgalomban lévő gyermekvakcinák gyártói leíratainak ismertetése a beadás előtt a szülőkkel. Különös tekintettel itt a vakcinampulákban lévő antigének típusára, hogy ez mRNA-s típusú vagy hagyományos. Különös tekintettel arra, hogy milyen adjuvánsokat, hatásfokozókat tartalmaz, vagy esetleg toxinokat, például alumínium, higany. Illetve esetleges idegen DNS, emberi vagy állati fehérje szennyeződéseket tartalmaz a vakcina. Újraoltások kérdésében. Előzetes ellenanyag szint mérés nélkül szakmailag nem javasolható. Az oltandó szérum ellenanyag szintjének mérése újraoltás előtt az oltóorvosi feladat és döntés. Erre vonatkozóan, tudomásom szerint, tisztifi orvosi körlevél is elment már. Erre vonatkozó, tehát oltóanyag és ellenanyag szint mérésre vonatkozó hatósági döntés nem születhet, csak kizárólag szakmai döntés. Autoimmun kórképek a gyermekeknél. Az elmúlt 20-30 év trendjei egyértelműen azt mutatják, hogy drasztikusan emelkednek. Megjelent a gyermekrák is, ami azelőtt ismeretlen fogalom volt. Itt, ezekben a kultúrországokban. Autizmus. Ahogy előbb hallottuk, drasztikusan emelkedik a számuk. 2026-ra elérjük, hogy minden megszületendő gyermek jó részt autista lesz. És miért? Azért, mert 2 éves korában záródik körülbelül a véragygát, ezért szakmailag nem indokolható, hogy 2 éves korig 29 vakcinantigént, polivalenst beadjanak többször is a gyermekeknek, plusz alumínium, higany adjuvánsokkal, mert ezek a vegyületek feljutnak az agyba. Oltássérültek ügye, amit szintén fontosnak tartunk, elhallgatják, vannak ugyanis ilyenek, jogorvoslat nincs, oltóorvosi, hatósági, állami felelősség elismerése, felelősségvállása és kártérítés nincs. Mi a célunk? Tegyük választhatóvá a gyermekkori oltásokat, ahogy ez Európa legtöbb országában is van. Javaslataink, felül kell vizsgálni a hazai oltási rendet, nézzük meg például a japán oltási rendet, és azt nyugodtan átvehetnénk. Felül kell vizsgálni a magyar hatósági eljárási szabályokat. Az oltásoknak mindenképpen biztonságosnak kell lenniük, és tartós védettséget kell adniuk. A gyermekoltásokat csak a szülő teljes körű tájékoztatása után a szülő tájékozott beleegyezésével adhassák csak be a gyermekeknek. És szüntessék meg a hatósági eljárásokat, bírságolásokat az oltás kritikus családokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, és kinek mondani esetleg mondani valója? Nekem lenne még javaslatom, hogy itt van dr. Kreiszt Gyula, és elküldtem neki az anyagot, hogy a génmanipulált oltások, tehát hogy ezt tudjuk-e bíróságra vinni. Erre volt egy válaszod, mondd már el, és akkor itt van Zsuzsa is, aki a előadást megcsinálta erről, hogy a kettőt egyeztessük, hogy hogy tudnánk ezt megcsinálni, mert ez egy fontos perc lenne, hogyha jó.
Jó. Talán az egy fontos adalék, mielőtt Gyula elkezd beszélni, hogy ugye többször kinyilvánította a WHO, hogy átforgatják, illetve megváltoztatják a szokásos gyerekkori oltásoknak az előállítását, mégpedig erre az mRNA-s technikára, ami láthatólag a világ minden részén megbukott, hiszen túlhalálozás van az összes Covid-dal oltott országban, és félő, hogyha ezt a gyerekekre, az egészséges gyermekekre forgatják át, nem tudjuk, hogy milyen mértékig történt ez már meg. Könnyen elképzelhető, hogy már bizonyos oltások most is mRNA-s oltásként futnak. BCG-re, mondják. Akkor aggályos, hogy ez a hatás, ez az mRNA-s hatás, ez sokkal nagyobb kárt fog tenni, mint amiről most beszéltetek a gyerekkori oltások révén. Úgyhogy ezért lenne rendkívül fontos az, hogy valami fogást találjunk azon, hogy genetikailag módosított emberek jöhetnek-e, vagy jönnek el létre, és hogy ezt a magyar joggal lehet-e védeni. Csak egy mondat erre kiegészítésnek, Bill Gatesnek volt most egy nyilatkozata, hogy minden olyan betegséget, amihez nincs oltás, kidolgoznak mRNA-s oltóanyagot rá. Minden betegség. Tehát ez a cél. Tehát ezért kell lépnünk, mert akkor minden. De ezt ő elmondta, tehát ezen dolgoznak. És akkor még annyit tegyek hozzá, hogy azt is mondta Bill Gates, hogy ezek a bizonyos jó mRNA-s oltások arra nagyon alkalmasak, hogy 10-20%-kal csökkentsék a népességet. Ja, igen, ezt mondta. Jó, akkor Gyulán, mondjad akkor. Válaszol a kérdésedre, amit nagyjából leírtam az üzenembe. Az mondjuk érdekes, hogy a mai magyar jogszabályi környezet az állatoknak vagy a növényeknek a génmódosítására egy ilyen 28 oldalas jogszabállyal rendelkezik, ellentétben az emberekkel kapcsolatos génmódosítás, vagy ilyen génkezeléssel kapcsolatban gyakorlatilag az egészségügyi törvénynek egy kétsoros passzusára hivatkozik. Úgyhogy így elég nehéz jogilag megfogni, hogy az emberek szempontjából mi minősül génmódosításnak, és én úgy vettem észre, hogy a jogalkotó leginkább itt ugye az emberi reprodukciós eljárással kapcsolatba vonja vizsgálat körébe egyáltalán ezt a bűncselekményt, ami a pontosan a beavatkozás az emberi gélállományba, a BTK-ba, 168. szakasz. Tehát én itt átolvasva a mostani hatályos jogszabályokat, önmagában ezt az mRNA-s oltásokkal kapcsolatban nem tudom azt mondani, hogy ezen büntetőjogi tényállás alapján ez megfogható, ezek az mRNA-s oltások. Tehát magát a jogellenességet, tehát hogyha kap egy gyártó vagy egy kutatóintézet kvázi felhatalmazást, vagy azt az állam befogadja az ő termékét, akkor ott igazándiból nem látom, hogy mi tud lenni benne a jogellenes. Tehát lehet, hogy ti szakemberekként látjátok ennek a hosszú távú hátrányos helyzetét az emberi szervezetre, vagy akár azt is, hogy ez az emberi génállományban adott esetben módosításokat hajt végre, de a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint ez nem meríti ki a bűncselekményi kategóriát az én álláspontom szerint. Sajnos, vagy nem sajnos. Tehát itt biztos, hogy abba az irányba is érdemes lenne lépni, hogy ne csak az állatok meg a táplálék területét szabályozza le az állam olyan részletesen, mint ahogy abban a külön jogszabályban ez megvan téve, hanem az emberekkel kapcsolatban is egy részletesebb jogszabályt kéne kidolgozni. Ezt lehet támadni azzal, hogy ugye génmanipuláció, tehát egy mesterséges felügyét hoznak létre.
csak nem a tápanyag csatornán keresztül juttatjuk be, hanem még veszélyesebb módon közvetlenül az érpályán. Mert a tápanyagon keresztül még a génmanipulált élelmiszer szembe is tud védekezni a szervezet, de ezzel nem tud. Másik az nagyon, még a 2011-ben már megvolt ez az amerikai cikk, hogy ugye beépül a DNS-be. Ha beépül a DNS-be, folyamatosan teremtődik. Ez elég indok arra, hogy majd mentve a zsuzsatra is, de én úgy gondolom, hogy ez alapindok arra, hogy ezt már lehet támadni. A probléma az, hogy az európai és a magyar géntörvény értelmében génterápiák kivételt képeznek a génfontosítások is. Ez a mikrobákra, a növényre, állatra, és bizonyos mértékben közelebb. Emberre is vonatkozik. A probléma, hogy minek nevezzelek. Tehát ez az oltás, ez oltás vagy vakcina, vagy pedig génterápia. Ha génterápiának nevezik, akkor abban a pillanatban kikerül a géntörvény hatásköre alól, mint terápia. És másfajta törvények vonatkoznak rá. Azok, amiket az oltásokkal kapcsolatban felsoroltunk, a különböző Európai Uniós ENSZ és a magyar alkotmány is tiltja az emberek hozzájárása nélkül való olyan testi beavatkozást, aminek valamilyen káros hatása lehet, mint például, hogy génmódosítják. Na most a probléma a génmódosítással az, hogy folyik a vita jelenleg az oltóanyag gyártók és az Európai Unió között, hogy ezt minek lehet nevezni, mert ameddig oltásnak nevezik, addig a gyártó a következményektől teljesen minden következménytől mentes. Tehát ha valami nem jól sikerül, akkor ők köszönik szépen, megvannak a nemzetközi és a nemzeti törvényekben azok a passzusok, amik nekik megengedik, hogy ne kelljen kártérítést fizetni. Mihelyt génterápiának nevezik, abban a pillanatban kártérítés kötelesek minden egyes ember esetében az okozott kárért. És most az Európai Unióban elég komoly vita folyik, hogy ezek oltások vagy génterápiás eljárások. Az eredeti szabadalmak azok génterápiás eljárásokra vonatkoznak. De most a másik probléma, ami alapján viszont valamit kellene a géntörvénnyel csinálni, az az, hogy a géntörvény definíció szerint, hogyha egy laboratóriumban szintetikusan előállított genetikai anyagot nem természetes módon juttatunk be egy sejtbe, úgy, ahogy mondtad, ott egy testidegen fehérjét termel, akkor génmódosításról beszélünk. Na most ez az mRNA-s vakcinákra egyértelmű, mert ez egy laboratóriumban előállított szintetikus genetikai anyag, amit nem természetes módon juttatnak be injekcióval a szervezetbe, és ott egy testidegen fehérjét termel, ami abban az élőlényben nem fordulna elő, és ennek a következménye, hogy még ezt pár részben láttuk. Tehát az első számú megoldás az van, hogy a géntörvényt kellene megváltoztatni, amire jelenleg nincs meg különösebben a hajlandóság sem a magyar, sem az EU hatóságoknál, és az oltás definícióját kéne úgy megváltoztatni, hogy ez génterápia legyen, mert innentől kezdve a gyártó felelős azért, amit csinál, és nem lehet utána oltásként eladni se gyermeknek, se felnőttnek. Tehát én jogi úton ezt a két lehetőséget látom. Az elnevezést kéne tisztázni először is, és ezt hazailag, tehát csak nemzeti alapon nem tudom, hogy mennyire lehet megoldani az EU-s és a WHO keretein belül, mert valakinek el kell kezdeni nyilván, és nem látom a hajlandóságot a pillanatnyilag a magyar kormány részéről, hogy ezt elkezdje. És az, hogy az oltás definíciója mi lesz, ez most az Európai Unió kezében van ez a labda, de hát ők is nyilván tudják, hogy mi a probléma, és ők is inkább az oltásra fognak szavazni, mint a génterápiára. Ez esetben viszont, ha nem génterápia, akkor a géntörvény alól nem kivétel, tehát akkor majd lesz támadási felület innentől kezdve. De ez az elsődleges, a minek nevezzelek kérdés, amit el kell dönteni, és az ebbe sajnos sürgethetjük, beszélhetünk róla, de beleszólásunk komolyan úgy érzem, hogy nincs. A vakcinákkal kapcsolatban egy alapvető gond, hogy a vakcinák tartalmaznak-e olyan molekulasorokat, amelyek hasonlóak az emberi szervezetben feltalálható molekulasorokhoz. És tiltott olyan vakcinát kihozni,
amelyik tartalmaz ilyeneket. És ez a vizsgálat, ez hiányzik a vakcináinknál. És ezzel nem tudjuk megállapítani, hogy melyik az a vakcina, amelyik kifejezetten kárt okoz abban a személyben, akinek a vakcinát beadjuk. Egy nagyon érdekes vizsgálatot közölt Arisztovos Zsáni, egy Los Angeles-i laboratóriumnak a vezetője, a világ egyik legjobb neuroimmunológusa, hogy megvizsgálta a COVID ellenes védőoltás által termelt ellenanyagoknak a lekötődését 55 emberi szövethez. És azt találta, hogy 28-hoz lekötődnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a vakcina 28 szövet elidegenítésében vesz részt, azaz ezeknek az autoimmunitás, ezek elleni autoimmunitást indítja el. Tehát ezen ugyancsak el kellene gondolkodni, el kellett volna gondolkodni, mielőtt a vakcinát kiengedték. Tehát, és ez vonatkozik az összes többi vakcinára, még a gén módosítással előállított vakcinákra is, mert azokban is előfordulhatnak olyan génszekvenciák, olyan molekulasorok, amelyek megtalálhatók az emberi szervezet valamelyik szövetében, és ettől kezdve elindítottuk azon szövet elleni autoimmun támadást. Ervin, azt lehetem hozzátenni, hogy a legtöbb vírus ellenes oltás vagy anyag, az általában emberi rákos sejteken és szöveteken tenyésztik, és ebből mindig szennyeződésként szinte valamennyi bekerül, vagy valamennyi kicsike bekerül az oltásra együtt az oltott egyedbe. És ennek az autoimmun reakciáját is folyamatosan látjuk, és nyilván ezekért a problémákkal, amiket felsoroltál a különböző betegségeknél, ez is benne van. Igen, ez ismert, állatkísérletekben reprodukálták, hogyha bizonyos mennyiségű DNS fragmentumot adnak be egy állatnak, akkor abban kialakul az autoimmunitás, illetve daganatképződés. Na most megvizsgálva néhány vakcinát, messze felülhaladja azt a mennyiséget, azt a koncentrációt, a DNS mennyiséget, amennyi elegendő ahhoz, hogy a szervezetet átalakítsa. Tehát óriási gondok ezek is, amikről a gyógyszergyártók nem hajlandók vizsgálatot indítani, mint hogy nem hajlandók arról sem, amit a bevezetőben is említettem, hogy a vakcináknak milyen hosszú távú hatása van. Csak azt vizsgálják, hogy akutan a vakcina beadása után történt-e anafilaxiás reakció, vagy valami egyéb láz, vagy valamilyen kiütés, és aztán utána, hogy egy hónap, két hónap, öt év, tíz év múlva mi van, az abszolút nem érdekli. És azokkal a vizsgálatokkal, amelyeket függetlenek végeztek, annak kimutatására, hogy van-e a vakcinának hosszú távon valamilyen megfogható hatása, azokat nem hajlandók tudomásul venni. Ez azért érdekes, mert a COVID-19 vakcina esetében egyértelműen bizonyított, hogy a vakcinákban benne van a simian vírus 40-es, nek a genetikai anyagából jó csomó, és ezért felelős részben a turbórák. A másik dolog, ami itt nagyon lényeges, az, hogy a különféle oltásoknál ugye a rövidtávú hatásokat vizsgálták, csak általában a két hétből jelentkezik valami, akkor mondjuk oltás mellékhatásnak. Na most a COVID-19 vírusnál, legalábbis én akkor Nagy-Britániában voltam, az adatokat úgy nézték, hogy oltáskárosodás csak akkor következett be, ha az oltás után eltelt legalább két hét, mert azt mondták, hogy ez az idő kell ahhoz, hogy kialakuljon az immunitás, és az ez alatt történő COVID-fertőzéseket és egyéb problémákat nem lehet az oltásra fogni. Tehát ott legalább két-három hetet kellett az oltás után várni ahhoz, hogy valamiről azt lehessen mondani, egy mellékhatás, ami az összes eddigi oltással szemben abszolút ellentmondás.
A gyermekgyónulással kapcsolatban is voltak ilyen problémák akkor, amikor bevezették a vakcinát ellene, mert minden olyan esetet, amikor a gyermeknél valamilyen bénulásos tünet jelentkezett, azt poliónak mondták. És kiderült, hogy az eseteknek a 70%-a nem poliovírus okozta, hanem környezeti szennyezés, mérgezések okozták. DDT volt az egyik legerősebb ebben a dologban. És ekkor határozták meg azt, hogy azt fogadják el csak polió bénulásnak, amelyik egy hónap és hat hónap közötti időszakban is bénulásos tüneteket tartott fönn, mert ez alatt az idő alatt a mérgezések kiürülnek a szervezetből és elmúlnak a tünetek, és voltak olyan doktorok, akik 100%-ban sikeresen gyógyították a poliomielitiszt, holott azok nem poliomielitiszek voltak, hanem mérgezések. Elnézést, de én visszatérnék egy kicsit a gyermekkori védőoltásoknak a választhatóság kérdéséhez, és itt megpróbáltunk gyerekorvosokkal összegyűjteni néhány előnyét annak, hogyha ezt a pillanatnyi merev automatizmus helyetti egyénre szabott oltási rendet tudnánk megvalósítani, amit a választható oltási rend biztosíthatna. Magyarul figyelembe lehetne, tehát ha ilyen lenne, ha megváltozhatna választhatóra az oltási rend, akkor például mielőtt oltani kezdenénk, figyelembe lehetne venni a család szociális helyzetét, életvitelét, a gyermek immunológiai állapotát, a lezajlott betegségeit, a szülők betegségeit, a megelőző oltásokra adott esetleges reakciókat, a szülőkét is, ez nagyon fontos, és koraszülöttek esetében az oltás idejét korrigálni lehetne az életkorra, ahogy ugye ez nem mindig sajnos történik meg. Tudatos stratégiát kellene a családnak, a védőnőnek és a házi gyermekorvosnak előre kialakítania, és ezzel mindkét fél eleget tehetne a korrekt tájékoztatási, illetve tájékozódási kötelezettségnek, illetve az egészségtudatosságot is tudnánk ezzel erősíteni. Amit még kiemelnék, hogy ha így megváltozhatna választhatóvá az oltási rend, akkor az oltási könyv beírásai és így a statisztikában szereplő számok is a valóságot tükröznék, tehát nem tüntethetnének fel és adhatnánk be kötelezőként a csak ajánlott oltásokat, és nem szerepelnének be nem adott oltások az oltási könyvben. Valamint, és ez nagyon fontos, regisztrálnék a mellékhatásokat, mert nem lehetne mindenre csak annyit mondani, hogy hát oltani már pedig kötelező és kész. A jelenleg sérülő önrendelkezési és egészséghez való jog teljesülhetne, és megszűnne az a félelem, ami van minden téren, a szülő fél az oltástól, a szülő fél az orvostól, az orvos fél az NNK-tól, tehát mindenki mindenkitől fél, és a félelem tudjuk, hogy nem vezet túlságosan jó irányba. És ha megpróbáltuk kollégákkal összevetni, megnézni, hogy mi történhet, hogyha ilyen formán megváltozik az oltási rend, akkor bizony azt találtuk, hogy a döntő többség ugyanúgy oltatna, mint eddig, és ezt bizonyítják egyébként a többi országból visszaérkezett választható oltási statisztikák, mert nagyon magas ezekben az országokban is az átoltottság. Lenne egy kisebb csoport, aki oltatna, de későbbi életkorban kezdeni kell az oltást, és esetleg nem kérnék az összeset. Lenne egy másik kisebbség, aki korábban fellépett oltási mellékhatás miatt nem akarna érthetően több oltást, és egy nagyon elenyésző kisebbség lenne a pillanatnyi mai helyzet szerint az, aki egyáltalán nem akarna oltatni, tehát magyarul az átoltottság minden bizonnyal itt is magas maradna. Ez a kedélyek megnyugtatására próbáltuk ezt így összeszedni, és majd később, ha bárkit érdekel, akkor én nagyon figyelemre méltónak tartom a japán, amit említettél, a japán oltási rendet, mert ez mintául szolgálat egyébként mindannyiunkban, mindannyiunknak, nem hosszú az egész, de nem akarnám senkivel belefolytani a szót, de nagyon szívesen majd felsorolnám azt is, hogy itt mi az, ami Japánban, én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba történt. Kérlek, hogy sorolt fel most. Soroljam? Na, akkor mondom. Tehát a Japánban a gyerekek egészségét helyezik első helyre a gyógyszergyártók nyereségével szemben. Megszüntették a kötelezőséget, úgynevezett rutin és ajánlott oltások vannak, nem oltanak várandósokat,
nem oltanak 2 éves kor alatt, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek természetesen a szoktatásra, de hát ez nálunk is már, hál' Istennek így van, külön adják a kanyaró és a rubeola elleni oltásokat, ezt is nagyon fontosnak tartom, és a Nemzeti Immunizációs Programjuk nem ajánlja a MUMS és a hepatitis B elleni oltást, valamint a HPV elleni oltás súlyos szövődménye miatt ez sem, és a hemophilus influenza B és a streptococcus pneumonia elleni oltást követő halálesetek miatt ezeket sem. Úgy az álláspontjuk, hogy a szülők dönthessenek az oltás és a betegség esetleges átvészeléséről a gyereknél, mert nincsen garancia arra, hogy nem a te gyereked lesz majd mondjuk 1000-ből, 10000-ből az az egy, akinél majd súlyos sérülés történik, mert azt tudjuk, hogy a szülő számára az egy, az mindent jelent. És azért hadd utaljak arra, hogy Japánban a csecsemő halandóság a világban a legalacsonyabb, és a várható életkor pedig a legmagasabb. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, amit elmondtál, de azt szeretném erősen hangsúlyozni, hogy az oltásoknak monovalensnek és nem többszörös oltás antigénbevitelnek kéne lennie itthon is. Ha kötelező, ha nem. Külön adják a kanyarót, külön adják a rubeolát, és ugye azt nem említettük, de azt is látni kell, hogy amellett, hogy az oltások száma megváltozott, nem csak az oltások száma nőtt be, hanem az egy-egy oltóanyagban levő különböző és ezeknek, és ezt is mindenképpen figyelembe kell venni akkor, amikor erről a témáról beszélünk. Úgyhogy nagyon-nagyon is igazad van, köszönöm szépen. Igen, és ez az, amit soha nem vizsgáltak, hogy a kombináltan többszörösen kombinált oltóanyag beadásának milyen hatása van azzal szemben, hogy egyenként adjuk ezeket az oltásokat? Az igazság az, hogy amikor még az én gyerekeimet oltották, ez nem ma volt, akkor csak kanyaroltást, tehát csak kanyaroltást kaptak, és semmi egyéb mást. És igazából, ha most Wakefieldre hivatkozhatok, akkor a problémák akkor kezdődtek a kanyaroltással, amikor összevonták, és a 3 kanyaró mumps rubeolát összerakták, és nagyon korai életkorban adták be a gyerekeknek. Mert azt mutatják Amerikában, és egyébként a statisztikák, amire te utaltál, hogy egy későbbi életkorba beadva sokkal kisebb a lehetősége annak, hogy károsodik az a gyerek, az elmondottak miatt, mert a véragygát, meg az immunrendszer, meg stb. Tehát ezt mindenképpen érdemes lenne ezeket a dolgokat is figyelembe venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én még egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni ehhez, hogy az egyes oltások között eltelt időtartamnak kell annyinak lenni, hogy legalább az első vagy az előző oltás ellen ki tudjon alakulni az immunitás. Tehát, hogy 18 hónapos korig 26 féle dolgot juttatunk be a gyerek szervezetébe, egyszerűen nincs annyi idő, hogy nem, hogy a gyerek immunrendszere nem fejlett és nem alakult ki, hanem még ha volna, akkor sincs annyi idő, hogy ennek a hatása rendesen ki tudjon alakulni. Köszönöm. Megszúrják, és össze nem tudom számolni, hogy az egyikbe 5 félét, a másikba 13, most már 15 féle törzsetbe legyomnak. Honnan tudjuk azt, hogyha bármi történik, akkor most ettől lett, vagy attól lett, vagy mitől lett. Szóval én azt gondolom, hogy ez emberileg és szakmailag is ez egy védhetetlen dolog. Hát egy picit ahhoz szólnék hozzá, hogyha lehet, hogy az egésznek az értelme, vagy hogy mi ellen is és miért küzdünk. Ugye azt kell látni, hogy ezt az emberek jóhiszeműsége engedte meg, hogy ez az oltás sztori, ez idáig jutott, ahol most tartunk. És most kezdünk ráeszmélni, hogy a jóhiszeműség és a jó szándékkal szemben a túloldalon nem ezek a szempontok a mérvadóak. Nem a gyerekek érdeke, a családok érdeke, hanem kifejezetten a biznisz, és méghozzá egy nagyon kemény alapokra helyezett biznisz irányítja az egész rendszert. A biznisz hozta létre egyáltalán ezt az oltásrendet. Ugye, ha teljesen
alaposak akarunk lenni, akkor meg kellene nézni az összes oltásnak a szükségességét. Tehát valóban szükség van-e arra, hogy ezek ellen, a betegségek ellen ma védekezzünk, vagy csupán az emberekbe táplált félelem tartja fenn azt, hogy ezeket az oltásokat el tudják adni. Mert egyáltalán nem biztos, hogy a mai világban, a mai körülmények között, a mai életmóddal ezek a betegségek újra fel tudnak támadni, és jelentős mennyiségű kárt vagy halálesetet tudnak okozni. Tehát én azt gondolom, hogy igenis szembe kell szállni azzal a tendenciával, hogy itt gyógyszeripar, gyógyszergyárak lelketlenül menedzselnek továbbra is olyan termékeket, amelyeket időközben, évtizedek alatt az emberek jó hiszeműségét kihasználva jogszabályokkal a lakosságra erőltettek, és most ebből nincs újra felvétel, nincs újra tervezés, nincs újra gondolás, nincs egy újabb vizsgálat, ami meg tudná ezt erősíteni. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképp el kell érjük, hogy minden egyes pontját ennek az oltási rendnek újra vizsgáljuk, újra legyen vizsgálva, legyen olyan adat, ami megmutatja, hogy tényleg szükség van még ezekre az oltásokra, tényleg abban az összetételben a legjobb, tényleg annyi időre szól, hogy a gyereket azt képes megvédeni, tényleg van ez a védőhatás. Tehát ugye annyiféle adatot látunk, hogy valójában az alapok sincsenek meg. És itt már nem csak az alapokról van szó, hanem arról, hogy a körülmények változtak évtizedek alatt, és azt se tudjuk, hogy miért történik ez az egész, miközben a gyerekeink egészségét veszélyeztetjük, meg kockáztatjuk. Tehát én arra hajlok, hogy próbáljuk meg a jogszabályokon keresztül mindenféle módszerrel, lakossági módszerrel elérni azt, hogy ne csak, hogy szabadon választhatóvá tegyék, hiszen azok, akik a jó szándékuktól vezérve továbbra is egy mérgezőszert esetleg választanak, azok továbbra is áldozatai lesznek ennek. De kétségtelen az egy jó első lépés, hogy legyen szabadon választható, de ezt újra kell ezt az egész oltási rendet értékelni véleményem szerint. A világ az már nem itt tart, és hallatlan, hogy még mindig ez a terror, ez a diktatúra, ami a gyógyszergyártóktól jön, az tudja keresztül vinni az akaratát az országokon, a jogon, a politikai rendszereken, egyszerűen csak a butasság és a jóhiszeműség kihasználása révén. Én azzal szeretném még ezt kiegészíteni, hogy van egy másik pont is, ami számukra nagyon fontos, mégpedig az, hogy felül kell vizsgálni a magyar hatósági eljárási szabályokat, ami ezzel kapcsolatos. Tehát az egy abszolút extrém dolog, ami Magyarországon folyik az úgynevezett oltás kritikus szülők családjával kapcsolatosan, miszerint, hogy hatósági vegzatúrák, döntések, gyakorlatilag bírságolások, és sőt, akár még a gyermekek családtól elvétele, gyámsággal a helyezése és kényszeroltása is napirenden van. Friss adataink vannak arra vonatkozólag, hogy hatósághoz szakmai kérdésekben olyan határozatot, ami ez valójában neki semmifajta jogi vagy egyáltalán szakmai képzettsége vagy joga nincsen, és ennek hatására tulajdonképpen egyrészt a szülőket folyamatosan bírságolják, majd másrésztről fenyegetik azzal, hogy a gyermeküket elveszik. Nem tudom, hogy a világban van-e még egy olyan ország, ahol ezt csinálják a szülőkkel, illetve a gyermekekkel, mert ez valójában véve abszolút alkotmányellenes és törvényellenes. Én még egy mondatot tennék hozzá, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a mai társadalom meg mindenki a lelket. A szülő, az anya olyan közel van a gyerekhez, hogy mindent meg tud érezni vele kapcsolatban. Meg tudja érezni, hogy melyik injekciót szabad bele, melyiket nem szabad, és ezt a jogot, ha elveszem,
akkor kiszolgáltatom a gyermeket akár a halálnak is, mert a szülő megérez, tehát a lélek, ez így van, tehát ilyen szinten nem lehet. Ezt befejezésnek gondoltam, és még arra gondoltam, hogy ha már itt van Gyula közöttünk, akkor próbáljuk meg megegyeztetni, hogy lehet-e ezen a vonalon, hogy génmanipulált oltás pert indítani, mert akkor ezt meg kéne tennünk. Mit szólsz, Zsuzsa, vagy te most meghallgattad ezeket, mit szólsz hozzá, foglald össze, hogy látsz-e lehetőséget arra? Mert most már itt vagyunk, ezt döntsük el. Én továbbra is azt mondom, és szerintem ebbe a Zsuzsával egyetértünk, hogy a jelen viszonyok között ugyan lehet tenni feljelentést, de az égvilágon semmi eredménye nem lesz. Tehát annyira részletektől mentes a szabályozása most ennek a kérdésnek az egészségügyi törvénybe, hogy arra igazándiból bármit rá lehet húzni. Mert én jogászként meg ügyvédként azt mondom, hogy próbálkozni lehet, de sok értelmét nem látom. Ami meg ennek a történetnek az útját illeti, az meg analógiaként szolgálhat az otthon szülés esete, hogy azért ott is egy jó pár évtizednek el kellett telni, amíg végül a jogalkotó is úgy gondolta, hogy neki ezt le kell szabályoznia, addig egy kvázi egy ilyen megtűrt helyzet volt itt Magyarországon, de végül csak elérték azt a Geréb Ágnes, és akik az ügy mellé álltak, hogy végül úgy gondolta a magyar állam is, hogy ezt szabályozni kell, és az otthonszülés maga szintén példának szolgálhat, mert most már eltelt, azt hiszem, több mint 10 év a jogszabály megalkotása óta, hogy nem ürültek ki a kórházak. Tehát igen, lehet, hogy most igen, hogy bezárják, de még mindig a szülőnők többsége az kórházba megy szülni. Tehát nem jelentett veszélyt az otthonszülés legalizálása sem a kórházakra, se senkire, és a statisztikában igazándiból szerintem nem hozott változást, egyszerűen csak tisztább helyzetet teremtett. Én azt gondolom, hogy az oltásoknál is amúgy ez így lenne. Azt jelenti, hogy ha a kórházban fölszaporodik a szülés, vagy megmarad a szülés, van olyan kórház már, akkor 70%-a a betegnek, közel 80%-a is császárvetszés. És innentől kezdve már nem tudjuk, már szabályozom, hogy meg a gyerek lehet. Ez messzire vezet, mert ez nyilván egyfajta, ez megint csak nem feltétlenül szakmai kérdés, hanem gazdasági, sajnos. Ez a technokrácia. Tehát nyilván ebben az is benne van, hogy körülbelül a TB 3-szor annyi vagy 4-szer annyi pénz fizet a kórháznak egy császármetszésért, mint egy természetes úton létrejött baba után, mindenféle hátsó gondolat nélkül, de én sajnos azt gondolom, hogy ez is benne van vastagon. Egész biztos benne van az is, hogy kényelmesebbek vagyunk, és az időpontra szeretnénk, hogyha világra jönne a gyerek, és nem számít semmi, és azt a szülők még nem tudják, hogy ezzel megfosztják a gyereket attól, ami az élet első napjának a legfontosabb tényezője, hogy megkapja az anya hüvelyétől azokat a baktériumokat, amelyek az egész életére kihatással vannak, hiszen már 3 éves kortól kezdve azok a gyerekek, akik császárra jöttek a világba, hátrányban vannak, mert számos autoimmun betegség jelentkezik náluk, az asztmától kezdve az ekcémáig, és a többi is, ez végig kíséri őket az életükben. Hát igen, de fogfejlődéstől kezdve a pszichés fejlődésig mindenre kihat az, hogy a szülőcsatornán jön-e a világra, vagy pedig mesterségesen úgymond egy császármetszés által. Tehát teljesen egyetértek azzal, hogy az idő kitermeli, hogy nincs ezzel olyan nagy probléma. Csak el kell odáig jutni, és ahhoz, hogy az otthonszülés az legalizálva lett,
annak ugye az ára, az a Geréb Ágnesnek a meghurcoltatása volt, aki rá lehet ugye sütni ezt az egyetlen esetet, amivel elítélték, de valójában rengeteg pozitív oldalt pedig, amit tett ezért a dologért, azt meg nem vonták le, még akkor sem, hogyha esetleg tényleg ez igaz lett volna. Én nem hiszek ebben. Azt látom, hogy a jog által bármit lehet rásütni és igazolni, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez helyén való volt az ő elítélése. De minden esetre egy rendkívül nagy áldozat volt egy ember részéről, aki ezt a dolgot végigvitte, és most az emberek többsége, vagy hát a társadalom pedig élvezni tudja azt, hogy legálisan lehetséges az otthonszülés. Hogy ez a legjobb módja, azt nem tudom, de minden esetre ez létezik most már. Hát itt az oltások kapcsán remélhetőleg nem kell ilyen áldozatokat hozni, de minden esetre az biztos, hogy el kell jussunk oda abba a döntési helyzetbe, hogy egy ország vezetése az késztetést érez arra, hogy ezt a jogszabályt meghozza, vagy megmódosítsa. Ez most jelenleg még nem abban a stádiumban van. Most ugye az, hogy ide a mi megbeszélésünkre, konferenciánkra, amire készültünk tisztességesen, és megfelelő módon meghívtuk őket, és nem jöttek el, az azt jelenti, hogy ők úgy gondolják, hogy nincsen esélye a mi álláspontunknak. Hát azt gondolom, hogy meg kell még ezt mutatni, hogy igenis erre szükség van, és van esélye, hogy megváltozzon. A társadalom igénye szerint is, meg az orvos szakma igénye szerint is, tehát ez a helyzet, ez így nem elviselhető, nem tűrhető. Nagyon sok ember, aki fölébredett, és látja a hátrányát annak, amit művelnek a kötelező oltási rendszerrel, az nem fogja ezt tűrni szerintem végtelenségig, de hát egyelőre folytatnunk kell ezt a küzdelmet, illetve ezt az informálást, hogy csak akkor fog jobbá válni a rendszer, hogyha eljuttatjuk a döntésig. Mivel a mRNA-st akarják ugye erőltetni, ezért nekünk borzasztó nehéz helyzetünk van, mert a gyerekoltások is mind mRNA-s alapúnak akarják tenni, és ezért kell még fokozottabban küzdenünk, mert ez lesz, bekövetkezik.